Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni, méghozzá azt, hogy a 21.3-asról, a Linux Mint 21.3-asról hogyan tudunk felfrissíteni 22-esre, azaz a legújabb verzióra. Nagyon fontos, hogy nem sürgős a frissítés, tehát hogyha hétközben vagy és dolgozol a gépeddel, nehogy nekiállj frissíteni, ráérős. Jönnek a 21.3-as, azaz időzőjeles régi frissítések is, ezzel nem lesz neked jó ideig gondod, azaz akkor frissíts, hogyha biztos vagy abban, hogyha leáll a géped, valami probléma összejön, nem indul, át kell konfigurálni egy csomó dolgot, akkor neked az nem lesz anyagi vagy egyéb kiesés. Ha van lehetőség, ez az én magánvéleményem, ekkora váltásnál érdemes újra telepíteni a rendszert. A 21.3-asról 22-esre az nem egy pont verzió, tehát 21.3, 21.2, 21.1 váltás, hanem annál sokkal drasztikusabb. A háttér Ubuntu, hiszen mindenki tudja, a Linux Mint Ubuntu-ra vagy Debianra épül, természetesen jelen pillanatban Ubuntu-ra épülő Linux Mintet fogunk frissíteni, az megváltozott. Annak a verzió száma drasztikusan megváltozott, azaz az alapok megváltoztak, itt lehet probléma. Nem szokott probléma lenni, de előfordul. Ha ezzel az előfordul időnként dologgal nem vagyunk tisztába, és utána a frissítés nem sikerül, akkor sokat kell kínlódni, és a vége úgyis egy újratelepítés lesz. Sok háttérprogram meghajtó egyéb megváltozott. Igen, erőteljesen megváltozott. Elég sok mindent háttérbe a motorháztető alatt megváltoztattak. Hozzáteszem, nem fogom kitérni arra, hogy mi változott, nem fogom bemutatni azokat a változásokat, amik megtörténtek. Miért? Mert utána lehet olvasni, és olyan látható, nagyon drasztikus újdonság nem került bele. Nagyon sok kicsi, kisebb újdonság belekerült, de igazándi erőteljes változás nem történt. Ezért is szeretjük a Linux Mintet, mert nem rohannak a frissítésekkel, a változtatásokkal, fő a stabilitás. Új és tiszta rendszert fogsz kapni akkor, hogyha újra telepíted a rendszert, lekerülnek, illetve nem kerülnek telepítésre azok a programok, amelyeket te felraktál, de soha az életben nem használtál. Nem lesz olyan, hogy fent marad valami a gépeden, ami fent van, a kutyát nem zavarja, mondjuk egy meghajtó program egyéb, de azért helyet elfoglal, esetleg későbbiekben hibát adhat. Azaz, hogyha újra telepítesz valamit, tehát egy erőteljes verziószámváltásnál, akkor természetesen tiszta és új rendszert fogsz kapni. Az első dolog a rendszer frissítésnél, meg úgy általában bármilyen nagyobb műtétnél, az legyen, hogy adatmentés legyen. Tehát minden olyan felhasználói adatodat, amire neked szükséged van, azt légy szíves lementeni. Hogy te ezt hogyan teszed? Az teljesen mindegy, én azt mondom, minimum egy másik lemezre menj, de hogyha van rá lehetőséged, olyan lemezre menj, amit ki is tudsz venni a gépből. Persze ez már túlzott dolog, de én a külső adathordozókra szoktam ilyenkor menteni. Az adatmentés előtt érdemes egy adatrendezést, tisztítást végrehajtani, azaz a felesleges, 1000 éve a gépeden lévő fényképek, amikre soha többé nem lesz szükséged, mert lefotoztad az akármit, ami hű, de érdekes volt abban a pillanatban, de nem nézed meg. Ráadásul ezt 50 darab fotóval csináltad, vagy olyan doksik, amit megírtál, és utána elküldted, vége, nincs rá szükség soha többé, és biztosan akar természetesen azokat érdemes kitisztítani a rendszeredből, fölöslegesek. Az adatmentés után érdemes csinálni egy rendszermentés, tehát lemented a rendszeredet. Ez gyakorlatilag a Timeshift elnevezési programmal történik. Ezt nem fogom bemutatni, ennek egyetlen egy oka van. Miután felfrissítettem ezt a rendszert a videó kedvéért, az egész rendszert a hétvégén, hogy ne akadályozza az én életemet, munkámat, egyememet, le fogom törölni és újra fogom telepíteni. Azaz, következő lépés, ha úgy gondolod, az adatmentés után egy rendszer adatmentést érdemes megcsinálni a timeshift-tel. Miért? Mert a timeshiftből vagy akármilyen adatmentési dologból vissza tudod elméletileg állítani azokat a konfigurációs állományokat, amire neked szükséged van. Az ilyen nagyobb
áttállások, rendszerváltások, mert azért a 21-esről a 22-esre váltottunk, hátsó dolgok, amik a gépbe működnek, csak te nem veszed észre esetleg, hogy mik azok is megváltoztak. Ilyenkor nagyon sok konfigurációs fájt, amit te esetleg beállítottál, testre szabtál, a rendszer felül fog írni. Miért? Mert neki az a fontos, hogy a rendszer működjön. Tehát nehogy az legyen, hogy neked van egy bekonfigurált dolgod, és arról nincs mentésed. A timeshift-tel ezt meg tudod csinálni. Hozzáteszem, mindenképp érdemes időnként egy működő rendszerről egy mentést csinálni, egy nagyobb telepítés, frissítés előtt mentést csinálni, és akkor vissza tudod állítani. Oké. A következő lépést már érdemes lesz bemutatni, ha van PPA-d, tehát külső tárolód, amiből te telepítettél, azokat érdemes letiltani. Általánosságban elmondható, hogy kicsi az esélye annak, hogy egy PPA-t esetleg használsz, tehát ilyen külső adattárolód, ami esetleg valamilyen program miatt felkerül a gépedre, és abból települ, azokat, hogyha nem tiltod le, nincs probléma általában. De én azt mondom, hogy a legtöbb PPA egy adott verziójú dologhoz készült, tehát mondjuk a 21.3-ashoz készült az a PPA, vagy akármelyik Ubuntu verzióhoz készült, ez valószínűbb, hogy így van beállítva, és hogyha váltasz egy erőteljes, drasztikusan rendszert, akkor az a PPA elavult lesz. Ütközhetnek a csomagok, kicsi az esélye, ütközhetnek. A másik dolog az, hogy ilyenkor át tudod nézni azokat a PPA-kat, külső tárolókat, amikre már igazán nincs szükséged. Következő lépés, meg kell nyitni a szoftver forrásokat. Megnyitjuk a szoftver forrásokat, megadjuk a jelszót. Gyakorlatilag ilyenkor én visszaállítom egy egyszerű jelszóra az egészet. Miért? Mert gyorsan tudok dolgozni, állandóan jelszót fog kérni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor egy gyors beírásos jelszó gyorsabb, kényelmesebb. Igen, PPA. Kivesszük az összes PPA elől az összes pipát. Oké? Ez az én saját elképzelésem. Itt-ott olvasni róla, hogy ezt érdemes megcsinálni. Kivesszük. Oké. Nem eltávolítjuk, kivesszük. Következő dolog. A további csomagtárolókat is átnézzük, ami nem kell, tehát nem a rendszerhez tartozik, kiszedjük. Oké, ennyi. Nem eltávolítjuk, el lehet távolítani, hogyha már biztosan nem kell, de jelen pillanatban nem érdekel az eltávolítás, hanem leokézom, hogy igen, azokat kiveszem, nincs bent a rendszerben, de bent van a rendszerben az, hogy az ő elérési útja megvan. A következő lépés karbantartás. Én úgy gondolom, hogy a karbantartási feladatokat érdemes végigcsinálni, tehát lista összevonási problémák javítása, javítva lett, nem volt vele probléma. Hátramaradt beállító fájlok tisztítása, tisztítsuk ki. Tehát egy tiszta rendszert próbáljunk létrehozni. Többszörös bejegyzések eltávolítása, hiányzó kulcsok hozzáadása, történjen meg. Oké, éppen valami probléma van, ő leellenőrzi. Ne menet közbe kerüljön elő, hogy valami gebasz van, probléma, mert akkor probléma lehet. Külső és visszafejthető külső csomagok nem érdekesek jelen pillanatban, mert esetlegesen az általa telepített dolgokat ne barmolja szét. Oké? Tehát előfordulhat az, hogy te sok mindent telepítesz külső forrásból, itt nem akarunk hozzányúlni, leokézzük. A leokézást azért kell megcsinálni, a program szereti, hogyha leokézod és a gyorsító táradat frissíted. Ez igazából nem létfontosságú dolog jelen pillanatban, mert majd mi kézzel fogjuk frissíteni terminálból a dolgokat. Természetesen a tisztítás után én úgy gondolom, a következő lépés, felfrissítjük az adatbázisunkat, sudo apt update, és megint bekéri a jelszavunkat, és ugyanazt megcsinálja, amit az előbb grafikus felületen. Ha valami probléma van, akkor természetesen mi tovább lépünk, és megnézzük, hogy valami miért nem frissült. Az előbb elfelejtettem mondani, illetve nekem automatikusan bent van a gondolataimban, és már a mai nap megcsináltam, hogyha esetlegesen lassú a telepítés, úgy értem a letöltések, akkor az előzőbe, a szoftverforrásokba a leggyorsabb tárolóhelyet érdemes bejelölni. Én bejelöltem, illetve többször
megnézem ezt úgy menet közben, és mindig a leggyorsabbat szeretném használni. Oké, az update után upgrade-et fogunk futtatni, lefut, megmondja, hogy ezeket frissíteni fogja. Oké, leokézzük. Mindenből a legfrissebb legyen a gépeden, mármint a tárolóban lévő legfrissebb, és akkor gyorsabban, jobban és szebben mennek a dolgok. Elméletileg 1, 2, 3, 4, akármilyen felhasználói program, ha régebbi, nem jelent gondot, ő felfrissíti a legújabbra, amikor a rendszert upgrade-eljük, de én úgy gondolom, hogy ezzel nem szeretném az időt húzni, hogy akkor és valami kis probléma legyen, kerüljük. Oké, a felesleges dolgokat el fogjuk távolítani, természetesen a tisztítást megcsináljuk, shoop, do, apt, auto, remove, és akkor auto, remove nincs eltávolítandó felesleges dolog, és akkor egy törlést csinálunk, a rendszer átmeneti dolgait le fogjuk törölni, a telepítő rendszerről beszélek, és ennyi volt az egész. A következő lépés nagyon érdekes, letöltjük azt a programot, amivel mi upgrade-elni fogjuk. Hát ennek a módszere nagyon egyszerű, sudo apt install mint upgrade. Azt hiszem nem okozhat gondot, begépeled. Le fogja tölteni, gyakorlatilag egyéb ilyesmiket kér, értelemszerűen mi lesz telepítve, természetesen amit ő akar, azt mi el fogjuk fogadni, és igenre bökünk. A következő lépés, kikapcsoljuk az összes olyan dolgot, ami leállíthatja a gépet, ami hibernálhatja a gépet. Én az autolokot használom, X autolokot, azt legyilkoltatom. Miért? Mert nekem arra szükségem nincs. Hogyha nem az autolokot használod, ez valószínű, hogy így lesz, akkor az energiakezelőben kikapcsolod a képernyő kikapcsolását, illetve kikapcsolod a felfüggesztést, sohára teszed. Nem tudod, milyen hosszadalmas lesz a dolog, tehát mennyi a telepítési idő, és én úgy gondolom, hogy nem jó, ha azt megszakítja valami. Utána elindítjuk a frissítéses programot, sudo mint upgrade enter. Bekéri a jelszót, megadjuk a jelszót, a rendszer megújítás elkezdése, jól lefordították, örülök neki, akkor mehetnek a dolgok. Itt lehet egyébként háttérbe látni a terminálba. A terminált nem kapcsoljuk ki, mert abban a pillanatban becsukja az upgrade-elő folyamatot, nem szeretnénk így járni, nem egészséges dolog. Nyilván egyszer ellenőrizni lehet, egyszer pedig természetesen, annélkül nem futnak a dolgok. A gyorsítótárat leellenőrzi, értelemszerűen megcsinálja azokat a dolgokat, ami neki kell. A következő lépés a pillanatfelvétel elkészítése. Én nem örülök neki, hogy rákényszerít egy pillanatkép elkészítésére, hiszen, ahogy az előbb mondtam, hogy bizony én nem fogom ezt a rendszert megtartani, így hát kénytelen vagy végigcsinálni. Ha nincs beállítva a timeshifted, beállítatja veled, logikus lépések vannak, megkérdezi, hogy milyen sűrűn készítsen pillanatfelvételt, beállítod akármire, illetve megadod a pillanatfelvételnek a menetési helynek a helyét, és utána elindul, és utána ezt a képet kapod, létrehozatunk vele. Miután végeztünk, becsukjuk az ablakot, ahogy az előbb láttátok, és elindul a további folyamat. Semmi egyebet nem csinálunk, külső csomagokkal problémái vannak. Ezek azok a csomagok, amik te kézzel mondjuk PPA-ból, vagy külső tárolóból, vagy egyéb helyről telepítettél, javításra kattintunk, én úgy érzem, rá kell hagyni. Főleg azért, mert van mentésünk, bár nem örültem neki, hogy készített, jó lenne egy olyan gomb, hogy ezen túllépünk, de ez van, így csinálták meg. Oké, az árván maradt csomagokat eltávolítja, leokézzük. Tervezés és letöltés. Oké, elindítjuk a dolgokat, tehát valóban a next, tovább, oké dolgokat kell csinálni. Oké, letöltötte, megcsinálta, amit kell, megint leokézzük. Megújítás, szimuláció. Újra ellenőrzés, nem akarok újra ellenőriztetni vele, így is rengeteg időbe telik, ellenőrizte, megcsinálta, oké. A következő lépés a csomagok frissítése lesz, a rendszer megújítása. Csomagokkal mi a teendő? Semmi egyéb, leokézzük.
Ahogy eddig is mondtam, hagyni kell futni a rendszert, arra figyeljetek, ki ne kapcsoljátok, a többi a rendszernek a dolga. Lefutott a telepítés, ezen része van külső csomagok, tehát kézzel telepített akármilyen programok, akármilyen része, ütközés talál, úgy gondolja, hogy szeretné visszaállítani a saját rendszerű dolgaira, tehát arra a verzióra, inkább így mondom, ami az ő tárolójában van. Mit lehet tenni? Javítás. Javításra bökünk, és majd ki fog derülni, hogy milyen külső program nem fut. Nyilvánvalóan egy kis kitérés, ha külső nem a tároló, hivatalos tárolóban lévő programot telepítettél, nagyjából tudod, hogy melyek ezek, ezeket ellenőrzöd. Hogyha véletlenül valami probléma van, azt orvosolod. Általában az orvosolás az, hogy leszered, és utána újra telepíted a frissebb, újabb, ehhez a verziójú Linux minthez, ehhez a verziójú, hiszen az alapunk Ubuntu, ehhez a verziójú Ubuntuhoz tartozó programot, ennyi. Tehát alapvetően nem szokott probléma lenni, de előfordulhat, főleg ha sok mindent telepítettél külső forrásból. Oké. Külső csomagokat elintézi, csinálja a dolgait. A következő lépés az árván maradt csomagok eltávolítása. Ezek azok a csomagok, amik a régi rendszerbe kellettek, ebbe esetleg nem kellenek, árvák lettek. Eltávolítja. Én pontosan azért, mert az ilyen árva csomagok eltávolítása téma mindig olyan kétesélyes, általában 99%-ban nem okoz gondot, de hogyha gond van, akkor elég nehéz megtalálni, hogy mit szedett le az árva csomag eltávolítása, és utána problémák lehetnek, szóval ezért mondtam azt az elején is, hogy egy újra telepítés egyrészt tiszta telepítést ad, kettő, akkor már azokat a programokat, amiket te valóban nem használtál, kipróbáltad, legalábbis én így vagyok vele, azokat nem teszed fel, egy kompaktabb rendszert kapsz abban az esetben, és elméletileg az esetek nagy részében nem is lassabb az újratelepítés, hiszen azért látható, hogy itt azért rákényszerített engem, hogy egy rendszermentést csináljak, nekem nem kellett volna. Tehát hozzáteszem, nekem, személy szerint nekem nem kellett volna. Oké, dolgozik a gép. Miután végzett az összes teendőivel, végső fázisba kerültünk, a rendszer megújítás véglegesítése. Ez is egy olyan dolog, hogy idézőjelben, amit eddig mondtam, hagyjuk futni a dolgokat, nem kell hozzányúlni, nincs is lehetőséged egyébként arra, hogy valamit csinálj. Azt ne csináld, hiszen eldöntötted, hogy a rendszert akarsz frissíteni, hogy valami oknál fogva fogod magad, és már beleuntál, mert el kell menned, vagy éppen játszani akarsz a géppel dolgozni. Inkább legyünk egy kicsit jó szívűek, dolgozni szeretnél a géppel, és becsukod. Lezárod. Le tudod zárni, de a rendszered nem fog működni. Oké? Tehát erre mindenképp figyeljünk. Ez nem játék, hanem fontos dolog. A rendszer megújítás sikeresen végrehajtva, a változtatások érvényre juttatásához újra kell indítani a számítógépet. Oké. Újraindítás után megnézhetjük az adattáblánkat, a rendszer információkat, hogy mi változott. 22-es Linux Mint lett Cinnamon környezettel, 6.2.7-es lett a Cinnamonnak a verziószáma, 6.8.0.39 kernelt kaptuk, ami valóban egy erőteljes ugrás. Gyakorlatilag ennyi. A többi természetesen nem változott. 5 perces nézelődés után arra jöttem rá, hogy nagy eltérés nem lesz, azaz a rendszerfrissítés, a rendszer újítás teljes mértékben megtörtént, problémát idáig, eddig a pillanatig nem találtam, persze nem sokat nézelődtem, de ami számunkra fontos, hogy gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a Linux Mintnek a rendszer frissítése, rendszer megújítása, az nem egy agysebészet, mindenki meg tudja csinálni. Amire menet közben ráébredtem, hiszen én nem akartam ilyet, a Timeshiftnek a futtatása majdhogy nem kötelező, nem jöttem rá, nem is néztem nagyon utána, hogyan lehetne úgy beállítani, hogy ez ne legyen, tehát nem szeretnék rendszermentést menet közben az elmondott gondolatok mentén, de rákényszerít. Egyetlen egy megoldás jutott eszembe, de igazából ez is egy olyan kényszer megoldás, hogyha a timeshiftet futtatni akarja, akkor beállítjuk, hogy a timeshift semmit ne mentsen, vagy maximum egy nagyon picike kis könyvtárat, akkor pedig elveszted annak a lehetőségét,
hogy te bármikor visszaállíthasd a te rendszeredet, az eredeti, tehát a régebbi állapotra. Persze természetesen erőteljes kérdés számomra az, hogy az mennyire lenne jó, hiszen itt azért sok minden megváltozott, előfordulhat olyasmi, ami a kettő között ütközik. Azaz, hogyha valami probléma van, vissza tudod állítani, van ennek egy jó esélye, ha pedig végképp nem sikerül a visszaállítás, mit tud csinálni? Természetesen újra telepíted a rendszert. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!